Még el tudta fordítani a kormányt, ami csikorgó hangot adott ki. Aztán összeütköztünk. Egy autó a felezővonalat átlépve csapódott neki egy ötfős családot szállító kisbusznak. A járműben Raúl de la Matta lelkész utazott a feleségével, Elizabettel és három gyermekükkel. Teljesen összezavarodtam attól, ami történt, de az volt az első dolgom, amit tettem, hogy segítségül hívtam az Úr nevét. Elizabeth és kisebb gyermekeik csak könnyebb sérüléseket szenvedtek. A tinédzserkorú lányuknak több csontja is eltört. Raúlt azonban kritikus állapotban szállították kórházba. Azt mondták az orvosok, hogy a férjem élet és halál között van. Tehetetlennek éreztem magam. Raúl többszörös kéz, comb és medence törést szenvedett. Az orvosok fő feladata mégis az volt, hogy életben tartsák őt. Raúl kritikus vérnyomás értékei azt mutatták, hogy belső vérzései vannak. A vezető ortopéd sebész dr. Michael Stover volt. Egy medence sérülés következtében szinte biztos, hogy más szervek is károsodást szenvednek. Az orvosok végül megtalálták a sérült eret a medencéjében. Sikerült elállítani a vérzést. Raúl állapotának stabilizálódására azonban még várni kellett. Elizabeth közben imát kért a gyülekezetük tagjaitól. Imádkoztak azért, hogy ne halljon meg, hanem életben maradjon, hogy képes legyen újra járni, szolgálni. Ez még órákkal azelőtt történt, hogy Elizabeth meglátogathatta a férjét, aki nem mindig volt eszméleténél. Teljesen lesújtott, hogy ilyen állapotban kell őt látnom, szinte felismerhetetlen volt. Visszatartottam a könnyeimet, mert erősnek akartam látszani, és azt mondtam neki, kedvesem, mi mindannyian jól vagyunk. Szeretünk téged, és imádkozunk érted, te pedig keresztül fogsz jutni ezen, mert erős vagy, győztes vagy. A gyülekezet éjszaka is folytatta az imádkozást, így reggelre már stabilizálódott Raúl állapota. Az orvosok elkezdték kezelni a csonttöréseket, miközben a belső sérülések jelei után kutattak. Amikor az orvosok közölték velem, hogy Raúlnak egyetlen belső szerve sem szenvedett károsodást, és csak csonttörései vannak, amelyeket ők könnyebben el tudnak látni, ez nagyon megnyugtató volt. Ekkor megköszöntem Istennek, hogy meghallgatta az imáinkat. Raúl azonban még hosszú felépülési időszak előtt állt. A következő hét nap alatt számos műtétet végeztek el rajta, majd felébredt, és a baleset óta először végre eszméleténél volt. Arra emlékszem, hogy dr. Stover bejött, és azt mondta, ön nagyon súlyos autóbalesetet szenvedett. Így legalább 2 évbe fog telni, mire újra járni tud majd. Olyan volt számomra ezt hallani, mintha egy tűzijátékhoz hasonlóan minden álmom egyszerre csak szerte foszlott volna. Feltettem magamnak a kérdést, hogy mihez kezdjek az életemmel ezután. Reménytelenségbe taszított a gondolat, hogy nem fogok tudni felállni, játszani a gyerekeimmel, vagy éppen teniszezni a fiammal. Úgy éreztem, hogy vagy cselekszik Isten az életemben, vagy itt lesz végem. Sokan imádkoztak Raúlért, amikor elkezdődtek a fizikoterápiás kezelések. Nehéz volt végignézni, hogy mind megy keresztül, de ő mind végig kitartott, és hitt abban, hogy jobban lesz. Gyorsabban épült fel, mint azt bárki is gondolta volna, és 11 hónap múlva már újra lábra tudott állni. A járókeretet mankók váltották fel, azokat pedig a sétabot követte. Aztán már csak támaszkodnom kellett valakire, még végül képes voltam egyedül is járni. És nem telt el 2 év. Ma akadálytalanul képes járni. Amikor pedig ő és a felesége éppen nem gyülekezetüket vezetik, akkor a világot járva mondják el bizonyságukat másoknak. Akármilyen sötétek is a körülményeink, keresztül tudunk jutni rajtuk, ha Jézus megvilágosítja az életünket. Kiáltani kell Istenhez, a megmentőnkhöz, mert ő támogat, és még a nehéz helyzetekből is kiszabadít minket.